Önök a Csillagpont Rádió műsorát hallják az FM 94-en, a mikrofonnál Monos Márta köszönti a hallgatókat, és egyben a stúdió vendégét, dr. Szabó Zsolt Késsebészt. Ez így egyszerűen csak így hangzik, amúgy ez egy nagyszerű titulus az ön részére, és örülünk, hogy mi magunkénak mondhatjuk már, ami azt illeti, hogy a Borsodabós Zemplén megyei egyetemi oktatókórházban dolgozik Szabó Zsolt Késsebészt, akinek azért is gratulálhatunk, mert hogy a közelmúltban egészen pontosan október 22-én a Késebészeti Világkongresszuson a Késebészeti Világtársaság elnökévé választották. Gratulálunk! Rögtön azt kérdezném, hogy ez nem igazán rengette meg az ön pályafutását, mert hát korábban az Európai Késebészeti Társaság elnöke volt, ugye? Sok é, éven át. Én is üdvözlöm önöket, meg üdvözlöm a hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek, és hogy egyáltalán erről a dologról beszélhetünk. Igen, ez egy hosszú folyamatnak, talán azt mondanám, hogy a csúcsa vagy a végeredménye volt az, hogy demokratikus választással egy szakmának, a világon elterjedt szakmának az első számú vezetőjévé választottak. Persze ehhez a titulushoz, vagy ehhez a funkcióhoz egy hosszú út vezet, ami sok-sok évvel ezelőtt kezdődött, és hát korábban a világtársaság főtitkáraként töltöttem be szerepet a késsebészet vezetésében, illetve az Európai Késsebésztársaság vezetője voltam a 2010 és 2014-es négyéves periódusban. Olvastam egy nyilatkozatát, amelyben a azt mondta, hogy ugye ezért tenni kell valamit, hát sokat tett ezért, hogy ilyen elnöki főtitkári, meg hát még ki is hagytam a Magyar Készsebész Társaság elnöki címét, hogy ezt magáénak mondhassa, és hát elévülhetetlen érdemeket szerzett például a képzés terén, a szakvizsga képzés terén, ugye? Igen, tehát az Európai Készsebészeti Szakvizsga megreformálása fűződik az én nevemhez, és talán ez volt igazából az egyik kiinduló pontja annak, hogy egy demokratikus szervezetbe, ahol nem a politikai hovatartozás, vagy a felmenő ági rokonoknak a pozíciója, bizonyos területeken betöltött funkciója meghatározó, hanem az asztalra letett mérhető munka. És amikor a 2004-es világkongresszus tudományos elnökeként, amit azóta is köszönök szépen Renner professzor úrnak, megkaptam ezt a bizalmat, és akkor indult el a nemzetközi pályafutásom valójában, mert hát azért előtte évekig dolgoztam és tanultam Svédországba, Franciaországba, Japánba, és tanítottam ezekben az országokban, és 2000-től gyakorlatilag, amikor elkezdtük az előkészítését a világkongresszusnak, ez annyira jól sikerült, hogy hát felfigyeltek az emberre, az Európai és Szakvizsga vizsgáztatójának felvettek, én ezt 97-ben szereztem meg, ezt a szakképesítést bolonyába, és hát láttam ennek a visszásságait, ennek a hátrányait, ennek a, a negatív árnyoldalait, és ezt próbáltam átalakítani, olyan sikerrel, hogy ezt a munkámat maximálisan elismerte az Európai Késővészetárság vezetősége, és egy demokratikus választás kapcsán gyakorlatilag ellenjelölt nélkül választottak meg vezetőjüknek, és azóta is hál' Istennek egy sikeres munkát folytatunk az Európai Késővészet terjesztésében, fejlesztésében, az Európai Parlament mellett Brüsszelben való elismerésében, például az én nevemhez fűződik az Európai Késővészet Tanácsnak, ez a Board of European Hand Surgery megalakítása, ami képviseli a késsebészetet, mint szakmát az európai szakor orvosi társaságoknak a szövetségébe, a UMS-be. Mindezt olyan fiatalon, hiszen 86-ban végzett, ugye? Igen, Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen végeztem. 1986-ban, aztán a Székelyföldön, valamint a Kárpátokon túl, Piátra Jámcon Németkőben töltött gyakornoki három év után kerültem 1990-ben Miskolcra, a megyei kórházba akkori igazgató és az akkori traumatológus osztályvezető Katona Zoltán, illetve Bárány István főorvosoknak a támogatásával. Igen, igen, el kellett határozni, széltudatosnak kellett lenni ahhoz, hogy elérjen ilyen sok eredményt így rövid idő alatt. Alapvetően igen. Tehát én azt gondolom, mikor már átjöttem Erdélyből Magyarországra, én tudtam, hogy kézsebés szeretnék lenni. Köszönhetően annak, hogy ez a három év gyakornokság alatt olyan mesterre akadtam, aki ezt a szakmát, ezt a kézsebészetet megmutatta nekem. Én nem is tudtam addig arról, hogy létezik ilyen szakma egyáltalán. Olyan szép dolgokat láttam, olyan kreatívnak találtam, hogy én úgy döntöttem, hogy szeretnék ezen a területen működni és gyógyítani, és hát rengeteg munkát igényelt ez, amivel az emberek nincsenek igazából tisztában, mert szép az, hogy látják, hogy az ember rengeteget utazik, meg szép az, hogy az ember szép műtéteket csinál, de az a ehhez vezető úthoz tartozó rengeteg, sok száz, ezer át nem aludt éjszaka, azok a, mikor a munkanap nem ér véget délután négykor, hanem mikor az ember hazamegy, akkor nem a két sör után leül a fotelbe és meccset néz, hanem éjjel egyik, kettőig, háromig a számítógép mellett olvas, ír, kommunikál, hát ezeknek a, a, hozadéka lett gyakorlatilag az én. Mondhatjuk, hogy együtt fejlődik, együtt nő a szakmájával, mert ugye az, ez a szakma, ez egy ötvözete a traumatológus szakmának, a plastikai sebészetnek, a sebészetnek, ugye? Így van, de ez nem csak rám, ez szerintem minden orvosra mondhatjuk, hisz csak az lesz jó orvos, csak az az orvos tud igazából haladni a korral és a tudományjal, és azt tudja jól kezelni a betegeit, aki azzal, hogy megszerez egy diplomát, azzal, hogy megszerez egy szakképesítést, azzal nem zárja le a saját képzési folyamatát, hisz elismert tény, és Amerikában ennek megfelelően öt évente, most már Magyarországon is szerencsére egy kicsit más formában ugyan, de meg kell újítani egy szakképesítést, és azt mondjuk, hogy öt év alatt egy szakmának a tudományos információja, a tudás értéke az elévül. Tehát, hogyha valami nem kényszerít arra, hogy képezzem magam újból, megmérettessem magam újról, újból tanúbizonyságot tegyek arról, hogy én tudom azt az illető szakmát, illetve haladok a korral, akkor én, 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 én ezelőtt 20-30-40 éves módon gyógyítom a beteget, ami nem mindig rossz, de azért ez nem egy kívánatos állapot. Hát igen, le is járt az idő sokféle eljárás mögött, gondolom, vagy fölött, meg hát azért beszélni kell arról is, hogy maga a fajta, a később műtétek fajtája is mennyit változott az évek, évtizedek során, és ezt az ön eltelt három évtizedes tevékenysége alatt igazán jól nyomon lehet követni, elég legyen most itt a miskolci nagyüzemekre és a nagyüzemi balesetekre gondolni, vagy éppen ránézek az internetes világunkban a képre, vagy a telefonra, teljesen más jellegű betegségek vannak, amelyeket orvosolni, műteni kell, ugye? Ez érdekes, így van. Teljesen így van, és nagyon jól tetszik látni, és azért érdekes, mert alapvetően azzal kezdeni, hogy miért külön készsebészet, és ez nagyon-nagyon hosszú ideig a magyar és a nemzetközi orvosoknak a fejében is az volt, hogy egy sebész, egy ortopéd, egy plastikai sebész, hogyha ő tudja a lábat operálni, tudja a, a nagy csontokat operálni, tudja a hasat vagy a melkast operálni, akkor miért ne tudná a kezet operálni, és az is pont olyan szövetekből van, ott is bőr van, meg zsír van, meg izom van, meg csont van. Csak hogy nagyon érdekes, mert az egyetlen olyan szerve az embernek, ami csak az embernek van, az a kéz. Az állatoknak nincs. Minden más szervünk megtanhat az állatvilágba. Keze a majmoknak sincs, még a gorillának és az emberszabású majmok sem képesek össze szembefordítani, oponálni a hüvelykujukat a kezükkel. És pontosan, hogyha szabad a materialista vonalon elindulni, amit egyre többen cáfolnak, azt mondjuk, hogy a munka, a kéz tette az állatból az embert emberré. Na most amilyen különleges és érdekes dolog, például Mindenki, nem mindenki tudja azt, hogy az agyban a legnagyobb területe képviseltetve a kéznek van. Tehát az összes többi szervünk összesen nem tesz ki akkor a területet az agy mezőkön, mint a kéznek a képviselete, mind az érző, mind a mozgató agyi képviselet. Tehát ennek valami oka van, és pontosan ezért a kéz teljesen más ellátást igényel, a kéz teljesen másképp gyógyul, a kézen levő apró milliónyi struktúra. Tehát egy levágott újnak a visszavarásánál, ugye ott nem arról kell képzelni, hogy három öltéssel visszavarrom azt az Újat, hanem ott a csontot a csonttal kell majd összeszegezni, csavarozni, az inat az inakkal kell összevarni, a hajlítóinat a hajlittal, a feszítőinat a feszítőinnal, ereket, az artériákat, az osztóereket és a gyűjtőereket úgy kell összevarni egymásra, ezek ilyen hajszálszerű erek, hogy képzelnek egy hajszált kettévágok, és azt úgy varjam össze, hogy utána a belsőben még folyjon a vér, és egy cérnával és, és tűvel kell tennem. Tehát ez egy komplex, speciális folyamat, amit egy késsebésznek meg kell tanulni, és nagyon érdekes, hogy a világban a késsebészeknek körülbelül fele ortopédiai, traumatológiai háttérrel rendelkező orvosokból kerül ki, a másik fele plastikai sebészetből kiinduló orvosokban indul ki, és azt mondtuk, hogy az európai késsebészetnek pont ez a célja, hogy megtanítsuk az ortopédeket, traumatológusokat a lágy részek ellátására, amit egyébként a plastikai sebészek és megtanítsuk a plastikai sebészeket a csontoknak az ellátására, hisz ez egy teljesen más szakma. Hát ha már a lágy részek ellátásáról van szó, nem is olyan régen volt itt egy olyan nagyszabású sajtótájékoztató a megyei kórházban, amely pontosan arról szólt, hogy bizonyos betegségeket, bizonyos korábbi sebészeti beavatkozást igénylő betegségeket, Műtét nélkül meg lehet gyógyítani. Így van. Tehát nagyon sok betegségnek. Ez a nagyon tenyérzsugor, so... ugye? Hát többek között a tenyérzsugor, és ez is egy nagyon érdekes dolog, mert egy olyan betegségről beszélünk, aminek senki, akinek senki nem tudja az igazi hátterét. Tudjuk, hogy genetikailag hordozott, recesszív betegségről van szó. Ez egy a vikingektől örökölt, hogyha ilyen nagyon egyszerűen akarjuk összegezni az okát, nem igazán tudjuk az összefüggéseket, hogy minek tulajdonítható fizikai munkának, gyógyszereknek, alkoholizmus dohányzásnak, mindeniknek tulajdonítottak ebbe szerepet, de nem sikerült igazolni egyiket sem. Tény az, hogy az életkor előrehaladásával a leginkább a kisújon, a elkezd behúzódni, a tenyérben megjelennek csomók, húrok, és behúzzák az ujjakat, amit gyakorlatilag a kéz kinyújthatatlanságához vezet. Nem tudjuk a kezünket, az ujjainkat kinyújtani, nem tudjuk a mindennapi tevékenységre, munkavégzésre használni. Ezt a betegséget korábban egyértelműen műtéttel kezelték, és kezeltük, és kezeljük még ma is bizonyos formáit, és hát akkor a tudomány hihetetlen módon előre haladva kitalált egy olyan baktériumenzimet, amit egy cseppnyi, mint egy köncseppnyi anyagról beszélünk, bejuttatunk ebbe magába, ebbe a zsugor szövetbe, és ez a baktériumenzim feloldja, mint egy ilyen vegyi biológiai maceráció feloldás ennek a húrnak, és az inekció beadása utáni másnap műtét nélkül gyönyörű szépen kinyújthatók az ujjak. Akkor emlékszem rá, hogy ez nem támogatott eljárás volt, és meglehetősen költséges egy ilyen beavatkozás. Nem tudom, hogy ezt két vagy három évvel ezelőtt történt, hogy azóta értünk el eredményt ezen a téren. Igen, tehát alapvetően ez egy Magyarországra körülbelül három és fél éve került bevezetésre, és az egész kelet-európai régióban, a Miskoc Későbbi centrum volt abban a szerencsés helyzetben, hogy részt vehetett ennek a gyógyszernek a bevezetésében, az európai bevezetésében. És hát ugye, mint minden, ami Amerikából származik, ami új, ami szenzáció, ami érdekes, az sok pénzbe kerül. Ezzel együtt magának a gyógyszernek a, a, for, a európai forgalmazója, ez egy svéd ritka betegségeket gyógyító cég, a Sobbi névre hallgat, ez a Swedish is Orphan Industry Övidítése. Ez a cég, ez megpróbálta levinni, főleg Kelet-Európában ennek a gyógyszernek az árát, ez gyakorlatilag a világon most Magyarországon a legolcsóbb, ezzel együtt ez a legolcsóbbság, ez 250 ezer forintot jelent. Ez csak hozzátenném, Én hogy Amerikában, szellagos. igen, Amerikában ez másfél millió forintos nagyságrendbe kerül egy ilyen inekciónak a beszerzése, és hát sajnálatos módon OEP szerződésünk erre még nincsen, tehát a betegek méltányossági okon kérhetik egyedi elbírálás alapján volt már rá példa, hogy valaki megkapta ingyen ezt az inekciót, de alapvetően jelenleg meg kell vásárolniuk ezt a gyógyszert. Utalt arra, hogy ugye az emberi agyban a készfunkció irányítása mekkora területet foglal el, és eszembe jutott, hogy van egy család, két, három, négy, öt gyerek van. Azt szokták mondani, hogy egyformán szeretem a gyerekeket. Ugye, nekünk is több újunk van. Lehet valamiféle rangsort az újak között felállítani? Persze, Annak okán, hogy azt is olvastam, hogy a új irányítására sokkal nagyobb figyelmet fordít az agyunk, Így van. mint a többire. Tehát Te az a legfontosabb? Igen, egyértelműen az a legfontosabb. Nagyon érdekes, hogy mindig azt szoktuk mondani, hogy egyformán szereti az ember a gyerekeit, hát ez biztos, hogy így van, de az ujjait is egyformán szereti, de a gyerekek között is lehet, hogy lesz olyan, aki miniszter lesz, vagy aki hasznos munkát végez, és lesz olyan, aki munkakerülő lesz, és mondjuk élősködik a családon vagy a társadalmon. Egy kicsit talán sarkítva mondtam ezt, de az ujjak között egyértelmű rangsort lehet felállítani, és hogyha ezt viccesre fordítjuk, és valaki majd Japánba utazik, és ne Isten, a jakuzákkal konfliktusba kerül, és egy ujját fel kell áldozni, és azt mondják, hogy egy választhatsz, melyik ujjadat vágjuk le, akkor egyértelműen a megkérdezett száz emberből, kb. 95 rosszat fog választani, hisz a legnélkülözhető bújunk, amire legkevésbé van szükségünk, nem a kisújjunk, ahogy gondoljuk, hanem a mutatójunk, a második újkunk. hisz a második újunk elvesztése az gyakorlatilag 3-4 napig okoz minimális panaszokat, körbe egy héttel később minden egyéb addig elvégzett tevékenységet, a mutatójunk nélkül tudunk végezni, sem a szorító erőben, sem a kéz mindennapi funkciában nem okoz problémát. Addig, amíg kisújnak az elvesztése. Az egy elég jelentős gondot okoz a kéz térbeli helyzetének a felismerésében ismerésében az agy a kisújjal tudja, hogy a kezünk hol van, mint van és milyen pozícióban van. A hüvelykujunk a legfontosabb, és akkor marad gyakorlatilag a gyűrűs újunk, meg a, a középső ujjunk, aminek az elvesztése az főleg azért rossz, mert onnantól kezdve, ha ez az ujjunk hiányzik, minden kiesik a markunkból, amikor meg akarunk fogni, pénz, apró tárgyak, itt egy ilyen foghíjas kézen gyakorlatilag elúsznak, kiesnek a kezünkből. Tehát a legfontosabb maradjunk annyiban a hüvelykúj, ezt követi talán a kisúj, ez, ezután jön a hármas, négy, és a legkevésbé fontos a mutatója. Azt mondta, ugye, hogy az elmúlt, illetve az elmúlt 30 éve az ékes bizonysága annak, hogy milyen nagy léptékben halad előre a későbbi Na most Lépést kell tartani, állandóan képezni kell magukat, a tudományal szinkronban kell dolgozni, Na de ahhoz, hogy lépést tartsunk, az óriási módon kellett fejlődni az infrastruktúrának, a műszerállománynak egyáltalán. Be kellett, hogy lépjen egy olyan ö, ö, új eljárás, ami mondjuk például az endoszkópos eljárás, ami vadi új módszereket jelentett, és hát ez a folyamat ez nem állt meg, ez állandóan tart. Ugye? Igen. Így van. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert egy fejlődés az mindig számon kérhető, és, és látható a medicinában, és azt mondjuk, hogy mindig újabb, sokkal komplexebb és sokkal drágább módszerek jelennek meg, aminek az eszközparkja még drágább, és még több pénzt kell költeni az egészségre, az egészség megtartására. Ezek nagyon érdekesek, mert első körben mindig, mikor megjelenik valami új, akkor ez egy ilyen fellángolást. Mindig azt hiszi mindenki, hogy na, ezzel aztán mindent megoldunk, mindent igyekszünk ezzel a módszerrel megoldani. Ennek van egy tudományosan elismert és, és, és is ismert háttere. Azaz tudjuk, hogy egy új módszer az mindig felfut, egy kicsit túlzásba esünk, mindenre azt akar, azt a módszert akarjuk használni. Aztán jönnek a kellemetlen visszajelzések, a nem éppen úgy sikerült, ahogy szeretnénk dolgok, és akkor majd fokozatosan, szép, lassan beáll egy olyan szintre, minden megtalálja a saját helyét, minden megtalálja a saját életet, Értékét és a saját javallatát. Ugyanakkor meg azt látjuk, hogy a medicinában is, mint a divatban is van egy úgynevezett ciklicitás, az az ilyen visszatérő dolog, hogy visszajön a régi divat, és nagyon érdekes, hogy sok relatív új felfedezést már ezelőtt 50-150 100 évvel leírtak. Egy kicsit másképp ugyan, de azt módosítva visszatérünk az alapokhoz, és mindig van ez a visszatérek az alapokhoz is abból kiindulva megint felfedezek valami újat. És ez a, ez a visszatérő görgető dolog, ez mindig lép előre és előre is. Ez előre. nem most azt akarja mondani, hogy egy kicsit visszazuhan, például a mikrosebészeti eljárás gyakorlása? Nagyon jól tetszik látni, pontosan így van, amikor a 70-es években kitalálták és bebizonyították orvosok Amerikában, hogy vissza lehet varni egy újat. Tehát egy olyan milliméter alatti átmérőjű eret úgy meg lehet varni, tűvel és cérnával, hogy ne alvadjon be benne a vér, hogy utána folyjon, hogy működjön. Ez jelentette az úgynevezett szabad szövet átültetésnek az első lépését, azaz utána 90-es, 80-as, 90-es években rájöttünk, hogy bárhonnan szövetet tudunk átültetni, együtt kezünket át tudjuk ültetni, a másik helyre akarjuk, vagy a lábunkon levő nagy hiány, amit egy balesetben nevezhetünk, a hátunkról levet izmot rá tudjuk tenni a lábszárunkra, odavarjuk, hogyha nagyon rossz lenni, a fülünket, és bárhova tudjuk varni a fülünket, a hasunkra, a hátunkra, a lábunkra, a kezünkre, és élni fog, és működik, hisz megvarjuk az ereket. És akkor volt egy fellángolás, hogy minden úgynevezett szabany, szabad mikrosebészeti lebennyel oldunk meg. És akkor minden levágott újat visszavartunk, és akkor nagyon megnőtt a visszavart végtagoknak, újaknak a száma. Aztán fokozatosan rájöttünk, hogy vissza tudjuk varni technikailag, de nem lesz jó a betegnek, mert ha nem érzi, ha nem mozog, ha fáj, akkor sokkal Rosszabbul jár azzal, hogy visszavartuk, mint hogy funkcionális csonkot alakítanánk ki. És ez egy természetes elvárás a betegtől, hogy doktor úr varja vissza, doktor úr varjuk vissza. És ha elmagyarázom neki, hogy vissza tudom varni, de két-három hónapot fog kórházba tölteni, rehabilitáción, rossz lesz, nem fogja használni, nem fogja érezni, fájni fog, nem baj, de akkor is varjuk vissza, és majd. Kevés az a beteg, aki három, négy, öt, hat hónap után látja, hogy tényleg nem is kér, akkor vágjuk le, elköltöttünk rá több millió forintot, elköltöttünk rá rengeteg időt, energiát, rengeteg lelki traumát okozott, és végül eljutunk oda, hogy most már, Látjuk eléggé biztosan azt, hogy például hol van a mikrosebészetnek a helye, és ez fokozatos csökkenő tendenciát mutat, és a visszavart végtagoknak a száma is jelentős csökkenést mutat. De hát ez egy érdekes pszichés hatás, ugye, ha belegondolunk, mert a, a csonkolt, mondjuk, ha az új perce hiányzik valakinek, az örök életében ott érzékeny marad. Akármilyen nagyszerű műtét, nem? Nem. Ez abszolút nem a... így, Ha ez korrektül és a szakmaszabálynak megfelelően van elvégezve az a csonkolás, akkor az esetek nagy részében, döntő többségében egy teljes panaszmentes, teljesen jól használható funkcionális csonkot tudunk kialakítani, és nagyon ritka az, amikor egy jó sebészi megoldás eredménye után is érzékeny csonkkal találkozunk. De a fantomfájdalommal nem tudnak mit kezdeni. Nagyon sok az... esetben... Az, hogy nem tudunk mit kezdeni, megint nem igaz. Pontosan a fantomfájdalom jelleg, amikor nem szervi dologról, problémáról van szó, ennek egy pszichés, lelki megközelítése kell legyen, és itt a pszichiátria is azért óriásiakat lépett előre a fantomfájdalom tekintetében is. És akkor a pszichés megközelítés ez esetben be kell, hogy lépjen, hogyha amellett döntenek, hogy nem vagyunk vissza az elveszített. Abszolút így Úgy van. Percet, Tehát nem... nagyon fontos, ugye a legnagyobb szemléletváltás, itt most ez divatos szó, hogy paradigmaváltás talán a is, de egy rengeteg orvosi ágazatban pont az, hogy míg régebb, 15, 20 30 évvel, amikor én kezdtem a szakmát, megmondtuk a betegnek, hogy mit kell csinálni. Manapság, és ezt tanultam nyugaton, nem mondjuk meg a betegnek, mit kell. Elmondjuk a betegnek, hogy milyen lehetőségek vannak, melyiknek mi az előnye, és melyiknek mi a hátránya, és az egyébként tájékozott, civilizált beteg legyen szíves döntsön saját maga, hogy neki mi a prioritás, mit választ. Tehát amikor elmondom, hogy ennek ez az előnye, ez a hátránya, ennek ez az előnye, ennek ez a hátránya, Hátránya, és akkor legyen szíves válasszon. Ezt nagyon sokszor próbáljuk Magyarországon is, sokszor hátrányos régióban, és van olyan, hogy 15 percig magyaráz az ember a betegnek, és akkor azt mondja, na Józsi bácsi, akkor mit választ? Ezt, azt, vagy amaszt, És akkor Józsi bácsi nincs azt mondja, és a doktor úr melyiket javasolja? <laughs> Időnk véges. Nagyon sok euh, hazai, külföldi televízióban, rádióban rutinos nyilatkozó, Nyilván megkérdezik, vagy megkérdezték öntől már, hogy a 30 esztendő során melyik volt az a beavatkozás, amit így pak rögtön eszébe jut, mert az egy olyan úgymond trubáj műtét volt. Hát igen. Már az ő számára legalábbis, meg a beteg számára nem utolsó sorban. Igen, ezek nagyon érdekes kérdések. Én azt gondolom, hogyha ki kéne vállasszak egy olyan műtétet, ami úgy meghatározta egyáltalán a, a, a hozzáállásomat a készsebészethez, akkor talán egy, egy, egy ilyen egy kezemen meg tudnám számolni, és konkrétan emlékszem, mik voltak azok a műtétek. Életem első műtétje az volt, amikor egészen fiatal kezdő orvosként a beteg az asztalon feküdt, és az akkori sebész, ez még kint Erdélyben volt, akkori sebészt elhívták, és én ott maradtam és egy vérzés keletkezés, azt se tudtam, hogy mit csinálok, nem volt, akinek szóljak meg kell tudni, életemben nem fogom elfelejteni ezt a roncsolt kéznek az ellátását, ami azért egy késsevé számra is mindig érdekes és megdöbbentő, amikor egy, egy körfűrész által összeroncsolt csontok, inak, erek, bőrdarabok ott vannak, is, abban rendet kell rakni, és abból még funkcionális kezet kell csinálni. Szóval a másik nagyon meghatározó dolog az kint Franciaországban történt, amikor is ugye először életemben csináltam olyan műtétet, amiről beszéltem, tehát egy, egy élő szövetet egyik helyről áthelyezni a másik helyre. Aztán utána életem első új visszaültetése, amit, 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 én vartam vissza, amit egész éjszaka dolgoztam, és pont egy 11 éves kisfiónak három újjáról volt szó. Tehát ezek ilyen meghatározó emlékek, de összességében azt hiszem, hogy egy sebész pont attól szereti a szakmáját, hogy nem tudja azt mondani, hogy ez a kedvencem, rengeteg kedvenc műtétem van, és talán azt kell mondanom, hogy így ennyi éves koromban Pontosan maga a sebészet, az operálás az, ami az élvezet, ami a kikapcsolódás, és sajnos ebből jut egyre kevesebb. És az adminisztráció, a harc, az emberi butaság elleni fellépés, az a, a érthetetlen e, káosznak, káoszban vagy zavaros vízben való evezés, és, és olyan egyértelmű jó dolgoknak a véghezvitele emészti el az embernek az energiának a 90%-át. Tehát egy sajnálatos módon manapság nem az a baj, vagy nem az a nehéz, hogy operáljunk és beteget gyógyítsunk, hanem egy hogy eljussunk oda, hogy beteget gyógyíthatunk. Hát igen, ez egy másik téma lenne. Még egy-egy gyorsan hagyd kérdeznek meg, hogy tervezhetőség az ön szakterület, az pontosan ugyanaz, hogy pont az, hogy ott nincs időterve. nem olyan, hogy jövő hónap 5-én bejön ilyen-olyan protézis műté. De. De. Hát egy része. De hát, hát a akkor... 70 a az a kissebészeti beavatkozásoknak, ugye, csak hogy egy nagyon rövid zárójelben, a Miskolci késsebész a naponta látunk 30-40-50 járó beteget, járóbeteget, naponta operálunk 10-12 beteget, ezek mind tervezett programozható műtétek. Ezen kívül naponta van még 2, 3, 4 friss, előre nem tervezett sürgőségi műtét, tehát egyszerű matematikai számítással láthatjuk azt, hogy kb. 70% a késsebészeti műtéteknek tervezhető, míg kb. 30% a nem tervezett sürgőségi azonnali műtétet igénylő beavatkozás. Akkor én a 30%-ra vennék kíváncsi. Ott hogy tud tervezni? Hát úgy, hogy elvek vannak, szabályok vannak, tudom, hogy mit kell csinálni. Tehát ez pont olyan, mintha valaki életébe borkóstolóként csodája, hogy honnan tudja egy borász vagy egy borkóstoló megmondani, hogy az a bor az mikori, melyik évből, honnan származik, mi. Ott is szabályok vannak. Hogy lehet egy kopogtatással megmondani, hogy van-e valakinek tüdőgyulladása vagy nem? Hogy lehet a fülünket valakinek a melkosára tenni, megmondani, hogy van szívbillentyű zavar, vagy nincs? egyszerűen ezt tanulni kell. Ugyanígy van a késsebészeti sürgőségi ellátásban, hogy vannak szabályok. Mit csinálok, milyen lépések vannak, és ha ezeket betartom, automatikusan fog jönni, jönni a jó végeredmény. Hát kívánom dr. Szabó Zsolt késebésznek, hogy az a sok adminisztrációs munka, meg az a sok őrjítő és idegeket őrlő tevékenység, amiben nap mint nap kell, hogy része legyen, azért az törpüljön, minél kisebb legyen, és eredményes munkát kívánok, és sok sikert a késebészeti világtársaság elnöki nagyon-nagyon nagyon szépen köszönöm, és külön köszönöm szépen kollégáim nevében is, meg a késsebészet nevében ezt a lehetőséget, hogy itt néhány szót válthatunk a késsebészetről. Köszönöm szépen. Köszönöm, kezdj csak